Köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Január 4-én szombaton megnyitott a kapuit mintegy 12 terem itt Székesfehérváron. És a városban azért indult el ez a különleges akció, hogy azok, akik az újévi fogadalmokban bizony megfogadták, hogy az újévet sporttal, mozgással fogják kezdeni, most erre lehetőségük legyen. Mindezt egy órában ingyenesen, és aztán természetesen, hogyha kedvet kapnak a sporthoz, a mozgáshoz, akkor ezt többször is megtehetik majd itt az órák keretében. Az egyik ilyen helyszín a 12 helyszín közül itt a Csitári GML uszoda, és ezzel foglalkozunk a mai mérlegben. A medencében tornáznak a vízesportok szerelmesei, kezdők és haladók is fejest ugrottak a mély vízbe szombaton. Persze csak képletesen, ezúttal ugyanis inkább a kifinomult edzésformákat gyakorolhatták a medencében a lelkes mozogni vágyók. Az újévi sportnap keretében a jelentkezők első körben egy órán át élvezhették és tapasztalhatták meg a mozgás örömét. A vízitorna mellett sokan jógáztak, kör vagy éppen erőnléti edzésekre látogattak. Ezen a helyszínen csoportos női kondicionáló tornára várták az érdeklődőket. A programot nagy népszerűség jellemezte, az akció ötletgazdája hagyományteremtő szándékkal hívta életre a különleges sportos programot, melynek az újévi fogadalmak adták az alapötletét. Már 25 éve nyitva vannak a kapuink a fehérvári sportolók számára, és minden januárban van egy ilyen jó kis hullám, szerintünk ugye az újévi fogadalmak kapcsán, mert hát nagyon sokan megfogadják ilyenkor, hogy sportosabb életmódra váltanak, és jött az ötlet, hogy akkor miért ne lehetne különböző termekben ugye kipróbálni a különböző mozgásformákat. Itt például az úszodában, a városi úszodában is zajlik a program, itt most mit láthatnak a nézők a háttérben? Itt a Primafit torna stúdióban éppen női kondicionáló tornát láthatnak, ez kifejezetten a női test formálására lett kifejlesztve, úgyhogy korosztálytól függetlenül mindenkit szeretettel várunk, illetve fönt az úszodában éppen aquafitness folyik. Mennyire népszerű itt a fehérváriak körében a sportolás, mert hát azért a város ismerhetjük már annyira az évek alatt, hogy hát rengeteg lehetőséget nyújt a számunkra, de mennyire népszerű a fehérváriak körében, hogy igenis elmennek mozogni, sportolni? Én azt gondolom, hogy egyre népszerűbb. Ezt nagyon szépen látjuk az utóbbi években. Ugye a város is elég nagy hangsúlyt fektet erre. És pontosan ennek kapcsán hozzánk, mellénk áll tulajdonképpen, és mind hirdetésben, mindenféle úton, módon támogatnak bennünket ebben a kezdeményezésben. Mit vártok a programtól pontosan? Azt várom, hogy mindenki megtalálja azt a termet, azt a stúdiót, ahol neki szimpatikus a mozgás, szimpatikus az edzők, a légkör, és megragad hosszú távon. Tehát a cél az most tulajdonképpen az, hogy hosszú távon megmaradjanak ezek az emberek a sportolási forma mellett. Aki esetleg most kap kedvet, ahogy megnézik majd ezt a riportot, ők még jöhetnek-e, illetve ha ma már esetleg lecsúsztak, mert ugye regisztrációhoz volt kötve a mai program, akkor ők mikor jöhetnek? Vannak délután is órák, tehát vannak olyan helyszínek, rengetegféle mozgásforma van tulajdonképpen, Spartan tréning, ugye aquafitness már említettem, jóga, pilates, tahiti tánc, nagyon-nagyon kismama torna, tehát nagyon-nagyon sok minden, úgyhogy érdemes megnézni a honlapot. Az akcióban egy tucat sportközpont vett részt, összesen 12 fehérvári terem nyitotta ki kapuit a jelentkezők előtt. Úgy veszem észre, Székesfehérváron nagyon népszerűek a vízes sportok, vízilabdaúszás egyaránt, és ugye ezek inkább az élsport, versenysport. Nálam viszont ugye az amatőr sportolás helyeződik előtérbe, és szeretném azokat is megmozgattatni, akik még nem próbálták ki. Mi a tapasztalat, hogyha mondjuk már kicsi korban elkezdjük a gyerekeket a vízhez hozzászoktatni, hogy akkor lehet, hogy a későbbiekben még nagyobb kedvel vetik bele magukat a vízesportot? Hát bízom benne, hogy nagy szeretettel ugranak fejest a vízbe szó szerint, és a medence egy barátságosabb közeg lesz számukra. Én is foglalkozom gyerekekkel, vízhez szoktatással. Úgy veszem észre, hogy aki már a vízben megtapasztalta a sportolás élményét, annak későbbiekben sokkal-sokkal könnyebb lesz a vízzel megbarátkozni, és magáival tenni. Mi a legnépszerűbb, hogyha mondjuk valaki betér hozzátok, akkor mi az, amit egyből megkedvel? Mert azért gondolom vannak itt nehezebb gyakorlatok is, de mi az, amit úgy igazán mondhatjuk, hogy globálisan mindenki nagyon kedvel?
Nálunk kétféle óratípus van alapvetően, egy mélyvizes és egy kisvizes óratípus. Hát a mélyvizesnél vannak aggályok rendesen, de mivel vannak speckó eszközeink, ezért nem kell senkinek aggódnia, hogy úristen, mélyvízbe kerülnek. Viszont egyes órákon belül is vannak különböző nehézségű elemek, gyakorlatok, amik által egy-egy órán belül is tudunk külön foglalkozni némely személlyel. Nálatok mi az, amivel találkozhatunk, hogyha betérünk hozzátok, és valaki majd kedvet kap esetleg egy kicsit a sportokhoz, mi az, ami ott várja? Szia, hát nálunk a GD Fitnessben az egyik leggyakoribb óratípus, ez a Fitbox. Ez lényegében egy árnyékboxolást takar magában, ütemre, koreográfiára árnyékboxolunk lényegében. Illetve van a CrossFit óránk, az aerobiknak és a cross-trainingnek egy érdemes keverék lényegében. Nem kell megijedni, aki életében nem járt CrossFiten, az is kipróbálhatja ezt a sportágat, hiszen sokkal könnyített verzióban, de mégis használunk saját testsúlyos edzéseket. De azért a CrossFit, hogy elhangzott, azért férfiak is ki szokták próbálni, vagy mi a tapasztalat nálatok? Igen, az a fontos, hogy ez nem CrossFit óra, hanem egy kicsit lágyítabb verziója, hanem ez egy cross-training lény, vagy funkcionális edzésforma, ahol ugye a saját testsúlyos edzéseket, a húzózkodásokat, a kettlebellt és mindenféle instabil talajon való mozgásformát lehet itt kipróbálni. Ki az, akinek inkább javasolnád ezt a mozgásformát? Nagyon vegyes a korosztályunk, egészen a 17-18 éves kortól jönnek hozzánk az 50-60 éves korosztályig, szóval egészen tág az a korosztály, akinek tudom ajánlani. Miért? Ráadásul pont azért, mert nagyon sok egyensúlygyakorlatot rakunk be, így a mélyhátizmok, a korizmoknak a jelentős fejlesztésre van inkább a hangsúly az egésznek. És nálatok mi az, amivel találkozunk? Egy kicsit mesélj és mutasd be, kérlek te is azt, ami a nádnak a helyszínen talál. A Loft Body stúdióból érkeztem, a stúdiót képviselem, mint stúdióvezető. Nálunk kezdetben a Pilates volt az első, vagy a legfontosabb bázis alap mozgásforma, aztán a vendégkör bővülésével, az igény szélesedésével egyre inkább elkezdtük bővíteni a szolgáltatás palettát. El lehet mondani azt, hogy egyre népszerűbb, hogy az emberek inkább mondhatjuk úgy talán, hogy az egyedi módszereknek a kedvelői itt a mozgástére, mert azért itt, amiket elmondtál, elég egyedinek számítanak számomra. Igen, azt látszik, hogy keresik az emberek az utat, amit én teljesen új szemléletként látok, hogy a preventív gondolkodása nem csak az oktatók részéről, hanem a vendégek részéről is egy ilyen új szemlélet is keresik, és a vendégek egyre járatosabbak, és utána járnak, utána olvasnak, felkészülve érkeznek az órákra, tisztában vannak a saját adott esetben problémáikkal, igényeikkel, és erre megfelelő válaszokat és szolgáltatásokat keresnek, és ehhez nekünk is oktatóknak kell igazodnunk, és az óránk típusait is eszerint igazítani. Képesek most már mondhatjuk a kismamák mindenféle innovatív sportot űzni, hogy hát még könnyedebben szüljenek, vagy könnyedebb legyen az a bizonyos 9 hónap. Ti hogy látjátok a kismamáknál, vagy esetleg a gyermekes édesanyáknál, hogy mennyire veszik igénybe a ti szolgáltatásaitokat? Talán kétféle anyuka létezik, vagy ki várandós, aki eleve sportolt, és nem akarja ezt az igényét később sem elengedni, viszont legfontosabb a várandóság alatt a kisbaba egészsége, és erre megfelelő sportágat keres, vagy az, aki ekkor szembesül avval, hogy fel kell készíteni testét, lelkét, így a várandóság, aztán a később kis anyuka időszak megterheléseire. Úgyhogy belőlük tevődik össze, ennek megfelelően alakítjuk az órákat, de egyre azt látom népszerűbb, és a városban több helyen is szerintem elmondhatjuk, hogy megjelennek a kismamák, és kell velük foglalkozni. Aztán később pedig az anyukákkal, ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy ők is jönnének és mozognának csemetékkel vagy nélkülük. Ha bármi nemű kérdés felmerül mondjuk a kismamákban, akkor esetleg ők kérdezhetnek-e ott a helyszínen? Van esetleg lehetőség arra, hogy egy kicsit informálódjanak, hogy nekik mit szabad, mi az, amit inkább? Hogyne, így is szoktuk kezdeni az új vendéggel, hogy tájékoztatjuk, hogy egy kismama órán mik azok az irányelvek, amiket mind oktatónak, mind a vendégnek be kell tartania. Ha bármilyen kérdés felül fel, ami esetleg a szaktudásunkon kívül esik, akkor nyilvánvalóan szakértőhöz tudjuk küldeni. Például szülés utáni regenerálásra már vannak a városban működő szakemberek, akik külön speciális tornát indítanak, mondjuk szétnyílt hasizom esetén, de az általánosságban jellemző szabályokat is mindig közüljük, és a legfőbb szabály az, hogy ez tényleg a kismama torna, nem az egyéni challenge, vagy az egyéni rekordok döntögetése, hanem az, hogy kellemesen töltse ezt az időt a kismama, és jóleső mozgást találjon benne.
És a gyermeknek mennyire fontos az, hogy sportoljon? Mennyire vagyunk mi Fehérváron sportos város, sportos család, ha mondhatjuk így? Én azt látom, hogy egyre jobban. Talán ebben benne van az, hogy az oktatói generációban is ugye egyre több a családos gyermekes, úgyhogy jó a példa, jó a minta. Én magam is viszem magammal a csokórámra a csemetémet, aki másfél éves, úgyhogy próbáljuk azt erősíteni, hogy lehet együtt mozogni. Nyilván nem feltétlen pont olyan, mint egy minőségben gyerek nélkül eltöltött sportidő, de gyerekkel is nagyon jól lehet, és érdemes bevonni a családot, mert azért ez szabadidős lehetőség is, meg hosszú távú befektetés a gyerek életébe is. A sportnap az edzések, az egészségmegőrzés mellett a társadalmi felelősségvállalásról is szól. Valóban Székesfehérváron az élsport és a tömegsport is nagyon komoly lehetőségeket kap. Székesfehérvár nagyon komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy tudja biztosítani a feltételeket. Ehhez a nyitott tornatermeket, a fitnessparkokat, kondiparkokat értem, a szépen rendbehozott halászparkot, a bregyót, ez mind-mind olyan lehetőség, amit használhatnak a székesfehérváriak. És úgy érzem, és az itt megjelentek nagy számából is, hogy igazából ez egy társadalmi mozgalommá nőtte lassan ki magát, úgyhogy azért örültem nagyon a kezdeményezésnek és a felajánlásnak, és azért segítünk, hogy nyilvánosságot kapjon ez az újévi sportnak. Most ők adják a lehetőségeket, a termeket, az eszközöket, a hozzáértő edzőket, óraadókat. Most mi annyit tudunk tenni, hogy ennek minél nagyobb nyilvánosságot biztosítunk, úgyhogy itt is szeretném biztatni a fehérváriakat arra, hogy használják ki ezt az alkalmat. És hát nem csak a felnőttekre, a kicsikre is mindig gondol a város. Miért lehet az fontos, hogy már egészen kicsi korban a sporttal megismerkedjenek a gyerekek? Hát ezt nem lehet elégszer elmondani, hogy a sportot, a mozgást, azt kell valóban kicsi kortól az élet minden napjaiba beépíteni. Azt nem lehet pótolni, ez nem olyan, mint egy nyelv, hogy majd megtanulok még az egyetem után még 3 nyelvet. Az nem annyira jó természetesen, bármikor el lehet kezdeni sportolni, de gyerekkorban ez a testi, a lelki fejlődésre épp úgy hatással van, valamint meg lehet figyelni a sportoló gyerekeket, hogy ők aztán igazán tudnak dolgozni, beosztani az idejüket, hogy maradjon a sportolásra, a tanulásra. Ők általában jó tanulók is. Az akció keretében 1 órás díjmentes edzésre jelentkezhettek az érdeklődők, akik között természetesen sok újdonsült vendég is volt, ám akadtak olyanok is, akiket már korábban magával ragadott a sport sokszínű világa. Korábban hosszú 10 éveken keresztül sportoltam, de volt egy műtétem, egy csipőműtétem, és valahol el kell kezdeni, és ez pontosan az az óraforma, ami nagyon jó a nőknek. Mindenkinek ajánlom. Még csak 2 éve járok a csapathoz, van, aki már 15-20 éve ide jár, úgyhogy igazán le a kalappal a csajok előtt. Nagyon jó a társaság, elragadóak, nagyon hasznos dolog, sokkal több energiám van. A városban hetente 4-5 ezer ember mozdul meg. Évről évre egyre többen ragadnak sportcipőt, így a szervezők remélik, hogy az újévi sportnap jövőre is nagy népszerűségnek örvend majd. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg, én köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy velünk tartottak, és azok, akik esetleg kedvet kaptak a sporthoz, a mozgáshoz, azok mindenképpen próbálják ki a 12 helyszín egyikét, hiszen rengeteg sportolási lehetőségre tehetnek szert az érdeklődők itt Fehérváron. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!